A régi zárdarész rendbetétele zajlik éppen az egyházi fenntartású intézményben. A gipszkartonozással és a villanyszereléssel egy időben a termeket is korszerűsítik. Tóth Gábor igazgató emlékeztetett, 30 éve tanítanak ezekben a helyiségekben, melyeket azóta nem renováltak. Az alsó tagozatos 8 osztály kapott itt helyet, és most először alaposabban hozzányúlunk ehhez a folyosónhoz. 30 év után kicseréljük a teljes ajzatot, új világítás kerül beépítésre, és új bútorokkal látjuk el ezt a folyosót, amelyek balesetveszély szempontjából minden feltételnek megfelelnek. Az ilyen jellegű beavatkozásokat minden nyáron elvégzi az iskola. Idén a kivitelezők azonban egy nagyobb, mintegy 300 millió forint értékű beruházással is foglalkoznak. A 360 négyzetméteres épületrészben 3 speciális tantermet alakítanak ki. Az építkezés csaknem egy éve kezdődött. Szeptember 12-ére tervezzük az átadását, és itt lesz egy 3 speciális tanterem, nem osztálytermek fognak itt kialakulni, tehát nem olyan termek, ahol az osztályok lakása van, hanem 3 speciális tanterem, egy médiaterem lesz a legfelső szinten, középső szinten egy énekterem, és az alsó szinten pedig egy olyan multifunkciós hittanterem, ahol hétvégi, nyári és szabadidős programokat is meg lehet valósítani. Az iskola vezetése mindig szem előtt tartja, hogy az ötödikesek új és rendezett környezetben kezdhessék a tanévet. Ennek jegyében 7 tantermet korszerűsítenek a nyáron.